Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Magasztallak téged, Istenem, és áldom neved örökkön örökké. Minden nap áldalak téged, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nemzedékről nemzedékre hirdetik műveidet, és én csodatetteidről énekelek. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed, és a híveid áldanak téged. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Imádkozzunk közösen. Mi mindnyájan egy kenyér és egy test vagyunk, mert ugyanabból a kenyérből részesedünk, és ugyanabból a pohárból iszunk. Amint sok-sok gabonaszemből őrlik a lisztet, de egy kenyeret sütnek belőle, és amint sok-sok szőlőszemből borsajtolnak itallá, ugyanígy kell mindjájunknak, akik hit által Krisztus testének tagjai vagyunk, a testvéri szeretet által egy testé, egy itallá, egy kenyérré válnunk. Erre segítsen minket a mindenható, irgalmas Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, Szent Lelke által. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 6. részében, a 35. verstől a következőképpen. Jézus azt mondta tanítványainak: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Aki pedig elküldött engem, annak az az akarata, hogy amit nekem adott, abból semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy aki látja a Fiút és hisz benne, annak örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, amikor kenyérről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy egy óriási gazdag választékkal találjuk magunkat szemben. Csak találomra megnéztem, hogy a Prima Péknél mit lehet kapni. Felsorolok néhányat. Árpás kenyér, ez jó hatással van a koleszterin szintre, sokunknak jót tesz, csökkentheti a vérnyomást, ez is elősegíti a fogyást, ez sem hátrány. Aztán van bajor parasz kenyér, élesztő nélküli kenyér, erdélyi pityókás kenyér, ez főleg izgat, Erzsébet kenyér, északi magvas kenyér, glux kenyér, házi kenyér, kárpát kenyér, ez utóbbi könnyű, levegős, frissességét sokáig megőrző, nagy térfogatú kenyér, ideális parti szendvicsek készítéséhez is.
de van köményes, bajor kenyér, petmeházi rozsos kenyér, purpur kenyér, rusztikus kenyér, teljes kiőrlési tönkölybúzás kenyér, tósz kenyér, félbarna kenyér, fitness tökmagos kenyér, de van forma egy kenyér különlegesség is. Ez utóbbiról azt hirdeti a Primapék, hozza magát formába ezzel a magas rost tartalmú, magok tömkelegét tartalmazó kenyér különlegességgel. Tessék választani, jó étvágyat kívánok! Tényleg jogosultsága van annak, hogy ne csak egyféle jó fehér kenyeret együnk, hanem adjunk az egészségnek is, és igyekezzünk valóban fittek lenni, és éljünk ezzel a lehetőséggel, a választékkal, ha módunkban áll. De azért ez a kenyér, amiről itt szó van, nyilván nem a nagy választékáról híres. Ez valami egyedüli, valami különleges. De egyáltalán a kenyér a maga egyediliségével, különlegességével az ember szívében, gondolataiban sajátos asszociációkat kelt. Megvan maga elvont tartalma ennek a kenyérnek. Gyerekkorunkban olvastunk a madár látta kenyérről. Ugye milyen szép kép ez, és mennyire kedves az a történet, ami hozzáfűződik. A madár látta kenyér. Vagy talán már unalomig ismételték, pedig mennyire mélyről fakad Petőfinek ezt a két sorát, hogy jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér. Vagy eszünkbe juthat Kovács Margitnak a plasztikája, kenyérszegő. Igen, amikor nincs kenyér, vagy csak kevés van, akkor érezzük különösen is a kenyérnek a jelentőségét, a kenyérnek az áldott voltát. Persze lehet ezt cinikus gondolattal is kapcsolni, ahogyan Mária Antoinette tette, amikor mondták neki, hogy hát a szegények nem tudnak kenyeret enni, akkor mondta, hogy a szegényeknek nincsen kenyerük, hát akkor egyenek kalácsot. Ő nem gondolta, hogy nem azért nem esznek kenyeret, mert éppen kalácsra vágynak. 70 éve, 1945-ben, az ostrom idején különösen is felértékelődött a szó szoros értelmében minden gram kenyér. Az elmúlt hónapokban két ilyen naplót is olvastam, háborús naplót, ostrom naplót, amelyekben ezt a vívódást, ezt a küzdelmet az egyes gram kenyerekért annyira megrázóan olvashattam. Az egyik a néhai budavári segédlelkész Bagár Iván naplója, aki 1944 karácsonyától kezdve egészen 45 márciusáig vezette a naplót. Lent a templom alatti alaksorban, a katakombában, ahova menekültek óvóhelyszerűen az emberek, és ott gyertyacsonknál napról napra vezette a naplóját, hogy kik jönnek oda, német katonák, aztán később persze orosz katonák, milyen diakonisszák vannak, kik kérnek tőlük segítséget, ki az, akit ők el tudnak látni valami jó szóval, és aztán az ostrom idején egyre nagyobb az éhínség, egyre nagyobb a nyomorúság, és az eleinte még 25 gram kenyéradag néhány nap után napi 12 gramra csökken, sőt a végén 6 gram kenyeret kaptak jegyre. De ehhez el kellett menni először valahova a várnak a főhatóságához, ott meg kellett kapni, ki kellett igényelni a kenyérjegyet, és azzal sorba kellett állni a péknél, ahol tumultuózus jelenetek zajlottak 6 gram kenyérért. És a másik napló pedig Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós özvegye naplója, aki arról tudósít ugyancsak, hogy mit jelentett ez a küzdelem a napi megélhetésért, a kenyérért, hogy micsoda ereje volt annak, ha valaki talán cserélt, csencselt egy orosz katonával, vagy német katonával, valami értékért, sokszor bibliofil értékekért néhány gram kenyeret. Emberek lemondtak a szellemi értékekről csak azért, hogy túléljék ezt a poklot, túléljék ezt a háborút, és néhány gram kenyérhez jussanak. Igen, amikor hiányzik a kenyér, akkor minden gram felértékelődik. Pilinszky János versét, a francia fogolyt talán ismeritek. Nem is olvasom fel az egészet, csak ezeket az asszociációkat folytatva két versszakot. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopódzani, hogy szinte földben nőtt. Körül kutatva éppen visszanézett, hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen, akármi lesz is, nem mozdul odább. És már ette is, már falta is a répát, mit úgy lophatott rongyai alatt.
nyers marharépát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét megy úgy tapadta szájra, és úgy adott, hogy maga is evett. A pillantását azt feledném egyszer, ha fuldokolva is, de falt tovább, és egyre még, és mindegy már akármit, csak enni bármit, ezt-azt, önmagát. Igen, van ilyen élethelyzet. 70 évvel ezelőtt, háborúban, megpróbáltatások közepette, ostromban, franciaként, vagy magyarként, szlovákként, vagy zsidóként, kenyeret, vagy répát, néhány gramot, fuldokolva, visszaböfögve, okádva, és mégis gyönyörűséggel nyelve, mert élni, mert túlélni kell. Ezt élték át sokan, ezt a sorsot, ebben a sorsban osztoztak sokan. És 2015-höz jutottunk, 70 év után. És ne felejtsük, hogy ma is vannak sokan, akik nem tudnak olyan sok wellness és purpur és köménymagos és mindenféle csábító kenyér között választani, hanem akiknek valóban napi gondjuk a megélhetés, akik ott a földközi tengeri lélekvesztőkön hánykolódnak, és nem tudják, hogy keresztjénként majd az iszlám társaik lökik őket a tenger fenekére, vagy amikor megérkeznek, akkor majd kemény szívű európaiak fogják őket visszautasítani, vagy azt mondják egy-egy országhatárhoz érve nekik, hogy bereteszeljük előttetek az országhatárt, mert nektek itt nincsen keresnivalótok, és akkor ők ott minden egyes gram kenyérért küzdenek. Azért, mert hiányzik, mert élni akarnak. A Holland Egyház egy akciójáról olvastam a minap, akik 3 B betűvel jeleztek egy ilyen programot a menekültek megsegítésére, bread, bed and bath, vagyis kenyeret, ágyat és fürdőt kínálnak. És nem mondják azt, hogy ne jöjjenek ide közénk, hogy elveszik a mi kenyerünket, mert nekünk is kevés van, hogy majd minket fognak megrövidíteni, és ezért majd egy konzultáció keretében inkább majd azt mondjuk, hogy menjenek ávol tőlünk és felejtsenek el minket, hanem adnak kenyeret, adnak ágyat, és adnak fürdőt, mert erre van szükségük. És azt hiszem, hogy ezek a talán nagyon szekularizált hollandok, akiket sokat kárhoztatunk, ezek jobban követik Jézusnak a példáját, mint azok, akik újra és újra Jézusra vagy a kereszténységre hivatkoznak, de elutasítják a gram kenyeret, vagy az ágyat, vagy a fürdőt azoktól, akik pedig erre szorulnának rá. Ismerjük a német egyház programját, a Brotfürdi Welt programot, a szó szoros és a szó átvitt értelmében kenyeret kell adni a világnak. És milyen jó lenne, ha Magyarországon is ez a két egymással rímelő szó, hogy kenyér és remény összetalálkozna. Hogy embereknek tudnánk adni csüggettségükben, reménytelenségükben reményt, azért, mert a kenyeret fel tudjuk nekik kínálni. És persze nem csak a testi kenyeret, a testi táplálékot, az életszínvonal emelkedését, hanem a lelki táplálékot, elsősorban azt, amit Jézus kínál, az élet kenyerét. Mert a kenyérnek a hiánya, amikor jelentkezik, akkor érezzük át, hogy mennyire fontos az. Ámosz könyvében a 8. részben olvasuk ezt a megrendítő proféciát. Jön majd idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig, bolyongnak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Igen, Ámosz megrendítően profétál erről az egzisztenciális éhségről, erről az egzisztenciális szomjúságról, amikor támolyognak és szédelegnek az emberek, amikor elepednek az ifjak és nyomorúságossá válik az öregeknek az élete, azért, mert nem kapnak lelki táplálékot, mert nem jutnak hozzá az Isten morzsákhoz sem. Bocsássatok meg, de még egy verset, a sokunk által nagyon szeretett kutya verset József Attilától hadd olvassam föl. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éhségtől karcsú, vágytól gírhes,
Szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éji szél. Futott, könyörgött, tömött, sóhajtó templomok laktak a szemében, és kenyérhéját mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. S a világból nyűvötten, ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, s elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk, az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Kedves testvéreim, szolgatársaim, előbúvik-e belőlünk az a lompos, lucskos kutya, hogy Isten darabkákat, Isten morzsákat keresünk, hogy az élet kenyerét tudjuk magunkévá tenni, hogy el tudjuk fogadni Jézustól ezt a felkínált kenyeret, ami most is itt van az oltáron, az úrvacsorai kenyeret, az ő testét, a kehelyben az ő vérét. Vágyunk-e erre a közösségre? Oda lopakodunk-e az oltárhoz? Keressük-e annak a lehetőségét, hogy ne csak másoknak hirdessük, hogy megbocsátattak a te bűneid, és sokszor mechanikusan osztjuk az áldást és a feloldozást, hanem keressük-e annak a lehetőségét, hogy mi is megrendülten, megtörten, bűneink súlya alatt azt mondjuk, hogy igen, én bűnös vagyok. Igen, én bánom bűneimet. És végig gondolva az emberi kapcsolatainkat, a családi relációkat, a szolgatársakkal való elfuserált kapcsolatokat, azt tudjuk mondani, hogy megbocsátottam mindenkinek, aki vétett ellenem. És azt tudjuk mondani, hogy igyekezünk mostantól fogva másként élni. És ezt nem csak eldaráljuk, és utána már el is felejtjük ezt az ígéretet, hanem valóban igyekezünk megjobbítani az utunkat, igyekezünk másként, nemesebben, tisztességesebben, tisztábban élni. És végül azt tudjuk mondani, hogy hisszük, hogy Isten mindezt nekünk adja, és megbocsát a megtérő bűnösnek. Ha oda lopakodunk az oltárhoz, akár egy ilyen gyönyörű szép balatonszárszói reggelen, és elfogadjuk ezt a felkínált kegyelmet, akkor ez a kutya nem marad éhes, az Isten darabkákat, az Isten hulladékot, bocsánat a kifejezésért, meg tudjuk kapni, el tudjuk fogyasztani, és akkor az táplál minket. Erősebben, ízletesebben, táplálóban, mint bármilyen purpur vagy wellness kenyér, mert ez valóban az élet kenyere. Jézus ezt mondja, én vagyok az élet kenyere. És nem csak mondja a maga verbalitásával, hanem cselekszi is ezt. Töri a kenyeret és adja, töri és adja, és soha nem fogy el. Mindig jut. Ahogyan a kenyér csodában mindig mindenkinek jut, úgy nekünk is jut egy-egy darabka, egy-egy falat és egy-egy korty Jézus testéből és Jézus véréből. És ha ezzel így megerősödünk, akkor tudjuk már másoknak is adni, másoknak is osztani, akkor megerősödtünk a hivatásunkban, a szolgálatunkban, akkor visszanyertünk valamit abból az első szeretetből, aminek a lángja, aminek a tüze talán már egy kicsit kevésbé forró, kevésbé lobog, de akkor újra fellobbanhat, újra átizzik, és akkor megtaláljuk újra szolgálatunknak az értelmét. Adja Isten, hogy átéljük most is ezt a csodát, hogy Jézus az élet kenyerét önmagát adja, azért, hogy hivatásunkban megerősödjünk, hogy másoknak tudjunk hiteles szóval és hiteles élettel szolgálni. Amen. Életnek kenyere Jézus Krisztus, aki lejöttél a mennyből, hogy életet adja a világnak, jöjj hozzám is az élet ajándékával. Jöjj, tisztíts meg bűneimből, hogy boldog bizalommal és szabad lelkiismerettel szolgálhassalak. Jöjj, szentelj meg, légy oltalmam, maradj velem,
maradj nálam, hadd menjek egyszer én is oda, ahol te vagy, és színről színre láthassalak téged. Amen.